Az ELTE GTI Campus Avató ünnepségén vehettünk most részt, ahol Palkovics László miniszter úr, Borhi László rektor úr, Sajer Gyula kancellár úr adta át az épületet a hallgatóságnak, valamint lehetőségünk nyílt arra, hogy megköszönjük mindazoknak, akik a Gazdálkodástudományi Intézet megalapításához, létezéséhez és jelen kampusz létrehozásához hozzájárulhattak. Ez alkalomból kitüntetéseket adtunk át. Átadtunk díjat Borhi László rektor úrnak, Sajer Gyula kancellár úrnak, Mezei Barna rektor úrnak, Kisfaludi András rektorhelyettes úrnak, valamint Rónai Zoltán akkori rektori és kancellári megbízottnak, ma a pedagógia és pszichológia kar dékán helyettesének. Ők nagyon nagy mértékben járultak hozzá 2017-ben, ahhoz, hogy az intézet létrejöhessen. A teljes összeg az cirka 300 millió forintra tehető, az épület komplett felújítása, amiből nagyjából olyan 100 millió forintos költséget tesznek ki a belső építészeti és oktatástechnikai kialakításhoz kapcsolódó részek, a maradék pedig az építészet. Talán azzal kezdeném, hogy a 5-ös Lorán Tudományi Egyetem jogelődjének, a Királyi Magyar Tudományi Egyetemnek volt már gazdálkodástudományi közgazdasági kara. Ez pontosan 100 évvel ezelőtt alakult meg. Ebből a karból lett aztán a mai Corvinus Egyetem, illetve a Gáz névre hallgató egyetem. Az ELTE-nek most újra van egy gazdálkodástudományi intézete, amelyik néhány éven belül karrá alakul. Ez egy sikertörténet. 2016-ban egy magánbeszélgetés során kancellár úrral, Hamar Imre rektor helyettes úrral folytatott magánbeszélgetés során mi vetettük fel azt az ötletet, ami szerintem kancellár úr fejében már megfogalmazódott, hogy milyen jó lenne az egyetemnek, hogyha lenne egy business school jellegű képzése. Kancellár úr ehhez nagyon támogatólag állt. A véletlenek sorozatának köszönhető, hogy ez az ötletünk nagyjából egy évvel később a Gazdálkodástudományi Intézet létrejöttével 2017 májusában már meg is született, és a megvalósulás útjára lépett. Sikertörténet abból a szempontból is, hogy beváltotta hozzáfűződő reményeket. Jelenleg Magyarországon a második legjelentősebb, második legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező és legszínvonalasabbnak tartható gazdálkodástudományi képzés indult el az 5-ös Lorán Tudományi Egyetemen, folyamatosan emelkedő hallgatói létszámmal. Végre valósággá vált, és lesz egy olyan közös helyünk, ahol mondjuk a teremben is lesz lehetőségünk leülni, nem csak akkor az óra kezdetekor. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy maga a kapcsolatok kialakítására és építésére tökéletes lesz ez a terület. Nyilván egyébként én HÖK részről is annyit tudok mondani, hogy az, hogy végre a hallgatók közelebbről is meg tudnak majd minket ismerni, látni fogják, hogy egyáltalán kik vagyunk, mert azért a HÖK megalakulás is ugye csak az előző év márciusára tehető, tehát ez is még teljesen új. És most lesz egy olyan hely, ahol tényleg személyesen kontaktálni is tudnak majd velünk. Arról nem beszél, hogy lesz büfé, ami egyébként hihetetlenül szuper, meg hát egyébként mi sem láttuk még az épületet, úgyhogy nekünk is az az első ilyen alkalom, ahol végre körbenézhetünk.